Hát, sziasztok, és üdvözöllek benneteket újfent itt a csatornán. Hát, be kell, hogy valljam, hogy néha a fáktól nem látom az erdőt, és pontosan ez történt velem, ami a tesztoszteront illeti, mert ugyan igaz, hogy szerettem volna nektek, és továbbra is szeretnék nektek a csatornámon általatok ismert, vagy esetleg kevésbé ismert szteroidokat, zamszokat, peptideket bemutatni, de hát én naív marha azt gondoltam, hogy ha már valaki közületek ez iránt a téma körül iránt érdeklődik, akkor legalább a tesztoszteronnal tisztában van. Na hát az elmúlt hónapok és a tanácsadások sajnos azt tükrözték vissza, hogy ebben a témakörben is hatalmas deficitek vannak. Olyannyira, hogy volt egy nagyon kedves úri emberrel egy tanácsadásom, és ő férfiasan bevallotta, hogy ő azt hitte a mai napig, hogy a szusztanon az egy különálló szteroid, úgy, mint mondjuk egy bolnenon vagy egy trembolon például. És akkor kezdtem el ténylegesen rájönni, hogy úgy néz ki, hogy ebben a témakörben is kell csinálnom egy videót, ezzel szeretném most itt pótolni. Persze tudom, hogy így utólag már egy kicsit olcsó igaz, de ha logikusan gondolkodtam volna, akkor a szteroid ABC-nek a sorozatát illő lett volna a tesztoszteronnal kezdeni, de hát, mint mondtam, túl naivan álltam hozzá ez a dologhoz, és fontossági sorrendben mentem, és azt hittem, hogy ez így rendben fog lenni. Tehát most ezzel a videóval pótlom akkor a hiányosságot. Hogy mi is lenne a videó témája, persze természetesen a tesztoszteronon belül, talán szeretnék beszélni először is az endogén tesztoszteronról, tehát az endogén termelésről, tehát a test saját termelésünkről. Hogy is történik ez, milyen rendszerben működik, csak hogy értsétek a későbbiekben, hogyha majd ebbe bele lesz nyúlva, vagy esetleg gondolkodtok, hogy belenyúljatok ebbe a rendszerbe, hogy ez mégis milyen felelősséggel jár. Aztán esetleg pár mennyiségről lehetne beszélni, utána természetesen az exogén bevitt tesztoszteronról szeretnék pár szót ejteni. Én úgy gondolnám, hogy nem lesz hosszabb ez a videó, mivel egy sima egyszerű tesztoszteronról beszélünk, egy ilyen 20-30 percnél, de hogy a sablont megcsináltam, lehet, hogy ebből is egy kicsit hosszabb sztori lesz, hát ezt aki ismer engem, az valószínű, hogy el fogja nézni, hogy nem 10 percben darálom le ezt az egészet. Aztán a végén szeretnék ebben a videóban is a tesztoszteron körül keringő tévhitekkel, hamis információkkal és ilyen hamis legendákkal egy kicsit elszámolni, leszámolni, és ezeket is veletek átbeszélni. Úgyhogy nem marad más hátra, mint remélhetőleg kellemes időtöltést és hasznos információkat kívánjak nektek, úgyhogy induljunk is vele, jó? Jó, hát akkor először is talán dióhéjban tényleg csak nagyjából átbeszélni, hogy mi is a szerepe gyakorlatilag a tesztoszteronnak a testben. Hát itt természetesen majdnem, hogy minden biológiai funkciót ide tudnék sorolni, mert valahol mindenhol szerepet játszik, de a fő pontok talán, ha lehetne így említeni, először is természetesen a protein bioszintézisünk, aztán gondolhatjátok, hogy az izomépítés, az izomváznak a megtartása, vagy az izomszövetnek a megtartása, aztán természetesen ugye a szexualitásunknak a vezérlése borzasztó fontos szerepet játszik például az immunrendszerünkben, és nem utolsó sorban, sőt, fő műsoridőben szerepet játszik az agyi funkciónknak a szerepében, mint a gondolkodásunkban, mint a habitusunkban, mint az általános viselkedésünkben borzasztó nagy szerepet játszik, hát ugye mivel a hormon ugye latin szó és gyakorlatilag lefordítva magyarra irányítást, vezérlést jelent, ezért gondolhatjuk is, hogy a hormonjaink vezérelnek minket. Tehát igenis igaz ez a régi mondás, hogy a hormonoktól vezérelve vagy ilyen hülye, vagy ennyire nőies, vagy ennyire férfias, jó? Aztán hogy is termelődik maga a tesztoszteron a szervezetben, biztos, hogy nagyon-nagyon sokan hallottátok már ezt a hipotalamus-hipofűze-here-hármas tengelyt. Na ez mint tengely nem létezik, de mivel az orvostudomány ezáltal a metaforával írja körbe ezt a
hármas szervi kapcsolódást, ezért maradjunk a tengelynél. Gyakorlatilag erről annyit kell csak tudni, vagy nem annyit kell csak tudni, de erről a főbb tudnivalók, hogy ugye a hipotalamus, ő a nagyfőnök, őt nagyon-nagyon nehéz átverni. Ő megparancsolja gyakorlatilag a hipofűzének, hogy termeljen GnRH-t, tehát gonadotropin releasing hormont, és a hipofűze ugye LH-t és FSH-t küld ugye a heréinkhez. Az LH-FSH ugye, ha valaki nem tudná, ugye a luteinizáló hormonunk és a folikulum stimuláló hormonunk. Ezek kapcsolódnak vagy kötődnek a heréinkben ugye mint a Leydig celláinkhoz, mint a Sertoli celláinkhoz, és elindul természetesen a spermatogenéze, és tehát a sperma termelődés, a sperma érés és maga a tesztoszteronnak a termelése. Egy nagyon picit szeretnék itt megállni, van itt egy olyan apró információ, amit már nem biztos, hogy mindenki tud, mégpedig nem csak a heréinkben termelődnek szexuális hormonjaink, hanem igaz, hogy egy nagyon-nagyon minimális mennyiségben, de termelődik a mellékvesekérekben is. Ezt csak azért említem meg, mert ha már problémák vannak a fő termelési útvonallal, tehát ugye ezzel a hipotalamus hipofűze here 3-as tengelyel, és még a külső világ befolyásaitól, mint stressz, nehéz fémérgezés, stb. Már egy mellékvesekéreg gyengeségünk is van, tehát már sérült a mellékvesekéregünk is, az ott termelődő tesztoszteron és ösztrogén, ha már ugye természetesen akkor ott is hiányzik, az már elegendő mínusz mennyiség lehet ahhoz, hogy már alapból úgymond legyengült fő tesztoszteron termelési rendszerünkből hiányzó tesztoszteron mellé a mérleget átbillentse egy nagyon negatív irányba, ami a férfiasságunkat, szexualitásunkat illeti. Jó, ez csak egy ilyen kis mellékinformáció volt, csak hogy betűzzük azt is, hogy a mellékvesekérekben is termelődik egy minimális tesztoszteron és ösztrogén. Aztán természetesen, mint mindenünket ebben a szervezetben, van egy úgynevezett feedback rendszerünk, ami folyamatosan felügyeli ezt a hármas tengely, vagy ezt a tengely működést, illetve inkább azt mondanám, hogy felügyeli, hogy mennyit termelnek ugye a heréink, és folyamatosan adja a jelet ugye a hipotalamusznak, tehát a nagyfőnöknek, és ezáltal a visszajelzés által fogja eldönteni a hipotalamusz, hogy termeljen-e még több tesztoszteront, vagy elegendő már az, amit termelt, és álljunk le egy bizonyos időre a termeléssel. Ugye a szervezetünk az amennyire tökéletesen működik, hogyha teljesen egészségesek vagyunk, amennyire tökéletes a szervezetünk, annyira lusta is, és majd ez akkor fog szerepet játszani, amikor valaki ugye exogén tesztoszteront visz be. Beszéljünk talán itt is a biológiai mennyiségekről. Egy általánosan makkegészséges fiatal férfi, beszéljünk most, hogy legyen egy konkrét szám, mondjuk 25 éves férfi, nek a szervezete termel naponta körülbelül 7 és hetente körülbelül 50 mg tesztoszteront. Ezek a számok sajnos most már eléggé ilyen naív számok. Hogy ezt mire is értem, az elmúlt 10 év tapasztalata azt mutatja, hogy nem akarok semmilyen összeesküvési teóriákat itt szőni, de tényleg azt mutatja a vérkép, hogy manapság már olyan szinten el vannak nőiesedve a férfiak, és ez nem bántásként vagy degradálásként mondom, hanem hormonálisan értve, hogy gyakorlatilag alig találkozom 25-30 éves férfiakkal, akiknek egyáltalán még 20-25 nanomol fölött van a tesztoszteron termelése. Most nem akarok erre kitérni, hogy ennek milyen befolyásai vannak, vagy hogy miért is van ez így, de természetesen azért azt mindenki sejteti, hogy egy világban, ahol a férfi úgymond alacsonyabb tesztoszteron szinten rendelkezik, az ilyen férfi sokkal könnyebben irányítható, kontrollálható, befolyásolható, mint egy tesztoszterontól dúzadó tenyészbika. De nem akarok semmilyen összeesküvési elméletet szőni még egyszer, ezt csak így megemlítettem. Tehát termel egy egészséges férfi szervezet körülbelül 50 mg tesztoszteron per hét. Ezt, hogyha a vérben, tehát hogyha vérkép szerint kell meghatározni, akkor ez valahol olyan 22 és 27 nanomol közötti tesztoszteront jelent.
tehát a vér, azt a szérumban. Aztán itt szerintem érdemes megemlíteni egy, még egy fontos információt, hogy mikor számít endokrinológiailag a férfi egészségesnek. Ezt pedig egy picit labortól függően, de nagyjából, hogy le tudjam írni, 5,9, tehát 6 nanomol és 27 nanomol között határozzák meg ezt a, az egészséges értéket. És ha ebbe is egy picit jobban belegondolunk, azért ez egy nagyon pofátlan dolog. Mondok rá egy példát, hogy ha valaki nem érzi jól magát, és mondjuk ez a valaki legyen egy 30 éves fiatalember, aki igazság szerint még élete tejébe kellene, hogy legyen. Elmegy vérvételre, elmegy laborba, vagy elmegy endokrinológushoz, jobb esetben csináltad az endokrinológus vele egy, egy vérképet, és kiderül, hogy 6,8 nanomol például a tesztoszteron szintje. Akkor te kézen állhatsz, fejen állhatsz, vagy beleverheted a fejedet a falba endokrinológiailag, tehát orvostudományilag te egészségesnek számítasz, és az ég adta földön semmit nem fog veled csinálni az endokrinológus, legfeljebb, hogyha nagyon lovagolsz a témán, elküld pszichológushoz, mert hogyha azt mondod, hogy libidó problémáid vannak, nem érzed jól magad, nem jól regenerálódsz, de papírforma szerint 6 és 27 nanomol között vagy, tehát egészségesnek számítasz, ezért azonnal rád fogják fogni, hogy pszichés problémáid vannak, és elküldenek pszichológushoz. És onnantól kezdve ugye nem lekövethető a problémát, tehát onnantól kezdve ráfogják, hogy ez pszichés dolog, aztán csinálj vele, amit akarsz. Igen ám, csak ha meg is nézzük ezt a meghatározást, ezt a 6 és 27 nanomol közötti értéket, én megértem egy bizonyos szinten, hogy miért ekkora a szórás ezen belül az értéken belül, csak véleményem szerint nagyon-nagyon meg kéne különböztetni, hogy mondjuk egy 74 éves nyugdíjasnak 6,2 nanomol a tesztoszteron szintje, vagy adott esetben egy 25-30 éves fiatalembernek. Úgyhogy szerintem ezeket is fontos lenne szemügyre venni, de sajnos a mai világban, mivel csak tüneti kezelések vannak, mihez te papírforma szerint egészségesnek számítasz, onnantól kezdve nem foglalkozik veled senki. Jó, tehát megbeszéltük akkor a heti termelt mennyiséget, és gyakorlatilag a vérképben meg lehet látni ugye a totál tesztoszteron szintükön, hogy mennyi úgymond szó szerint a totál tesztoszteronunk. Ez az érték még nem fog nekünk olyan sok mindent elmondani. Természetesen nagyon-nagyon fontos érték, csak egy valamit vegyetek figyelembe, hogy a totál tesztoszteron szintünk az egy dolog. Jó, oké, van egy tök jó totál tesztoszteron szintünk, de mi történik magával a tesztoszteronnal a szervezetben? Itt különböztessünk meg három fő kötődési formát. Tehát amikor úgymond a tesztoszteron a testünkben elindul az útjára, ott egy nagyon-nagyon nagy részét megfogja ugye az SHBG-nk, tehát a szexuális hormont megkötő globulinunk és az albumin. Aztán egy nagyon nagy részét megint megfogja az 5-alfa-reduktáza, ami ugye a tesztoszteronból dehidrotesztoszteront konvertál, aztán egy még nagyobb részét megfogja az aromatáz enzimünk, ami ugye a tesztoszteronból E2-17-beta-ösztradiolt aromatizál. És körülbelül, hogyha minden biológiai funkciód jól működik, akkor 2%-a, tehát a totál tesztoszteronnak a 2%-a lesz neked szabad alkalmazásra hasznosítható, ami aztán, tehát ez az édes kis 2% lesz majd felelős neked az izomnövekedésedért, a regenerációdért, vagyis hát gyakorlatilag azért, amit a konditeremben érzel. És ha már a tesztoszteron nem a különböző formáiról, hanem az aromatációról és a konvertációról beszélünk, akkor igaz, ezt már említettem egy régebbi videóban valahol, de már nem tudom, hogy hol, de mivel tesztoszteron témakör, akkor szeretném itt is még egyszer veletek konkrétan megbeszélni, hogy gyakorlatilag, amire ti azt hiszitek, hogy tesztoszterontól duzzadó viselkedés és ez a tipikus férfias habitus, ez ténylegesen a tesztoszterontól jönne, csalódást kell, hogy okozzak bennetek, mert még egyszer kijelentem, hogy konkrétan nem a tesztoszteron a férfi szexuális hormon. Mit értek ez alatt? Természetesen fontos szerepet játszik a szexualitásunkban, de nem a tesztoszterontól leszel te egy tenyészbika,
hanem a dehidrotesztoszterontól, ami legalább 3-4-szer olyan potens és erős, mint maga a tesztoszteron. Ezt nem győzöm elégszer mondani ezt a példát, ha esetleg valaki nem adna nekem igazat, akkor igaz, hogy egy eléggé szemtelen példa, de ha ténylegesen csak is a tesztoszteron lenne a mi szexuális hormonunk, akkor kérdem én, egy egészséges fiatal ember termel mondjuk 50 mg tesztoszteront, és azzal nemzőképes, azzal eléggé potens, jó a libidója, férfiasan agresszív és teljesen jól működik a világában, és vannak testépítők, akik 750, 1000 mg, vagy akár 1500, vagy még több tesztoszteront adminisztrálnak hetente magukba, és mégis úgy zabálják a kamagrát meg a viagrát, mint a tiktakot. Tehát ezen egy kicsit talán el lehet gondolkozni, még egyszer mondom, a DHT, tehát a dehidrotesztoszteron az, ami titeket átalakít erre a tenyészbika viselkedésre. És ti adminisztrálhattok akár 5000 mg tesztoszteront is, ha nektek problémáitok vannak az 5-alfa reduktáz enzimmel, akkor ti nektek sem a libidótok nem lesz jobb, sem a férfiasságotok, sem más, hanem az a probléma, hogy minden, ami ugye a mi természetes endogén mennyiségünk fölé beérkezik a szervezetben tesztoszteron, tehát minden, ami az 50 mg fölé beérkezik, azt a szervezet a homeosztázis fenntartása érdekében mindenki próbálni fogja aromatizálni. Tehát minél több tesztoszteron visztek ti be, annál több 17 béta ösztradiol fog belőle aromatizálni, és ha ti nem tudjátok az aromatációt korlátok között tartani, vagy kordában tartani, akkor iszonyatosan brutális, negatív fiziológiai hatásait fogjátok érezni a bevitt tesztoszteron többletnek. És akkor egy kicsit térjünk ki arra, hogy mi is befolyásolhatja, vagy mi befolyásolja a mind pozitív, mind negatív irányba a saját tesztoszteron termelésünket. Itt mielőtt ebbe belemennék, itt azért megkülönböztetünk két fő problémát. Tehát, hogyha valakinek bármilyen problémája is van ezzel a hipotalamus-hipofűze-HER3-as tengelyel, akkor itt megkülönböztetünk két fő problémát. Ugye az egyik a primer hipogonadizmus, a másik pedig a szekunder hipogonadizmus. A primer hipogonadizmus nem más, mint eredendően születésettől fogva egy szervi hibával születve, gyakorlatilag igen, születésed óta nem működik a tesztoszteron termelés. Ez egy primer hipogonadizmus, ami mindenképp ugye terápiára szorul, vagyis hát mind a kettő ilyen probléma terápiára szorul a végén, de ugye a kiindulási okok egy kicsit mások. A másik, például a szekunder hipogonadizmus az az, amikor valaki egy teljesen jól működő tesztoszteron vagy hormon termeléssel jön világra, de valamilyen külső befolyás, tehát most egyszerűen megmondva szarrá kokszolta magát és tönkretette saját magának véglegesen tönkretette saját magának az endogén tesztoszteron termelését, vagy ne adj Isten sajnos egy baleset által, tehát a herék sérülése, agydaganat, stb. Ezáltal sérült az idő során neki ugye ez a hármas tengelye, és ezt nevezzük ugye szekunder hipogonadizmusnak. De hogyha ezeket félretesszük, és magából a normál életből indulunk ki, ugye az elején mondtam a videónak, hogy sajnos a férfiak nagyon el vannak ösztrogénesedve, tehát női esedve, és akkor itt már talán beszélhetnénk arról, hogy mik is befolyásolják negatív irányba a saját tesztoszteron termelésünket. Hogyha lenne egy ténylegesen jó tesztoszteron termelésünk, mi befolyásolja negatív irányba? Hát ezek ugye nem más, mint a manapság, ami van, ugye, ami ér minket, stressz, külső befolyások, nehéz fémmérgezések, ugye aki még az én korosztályom vagy idősebb, az amalgán tömések, én is kivetettem az összeset, aztán természetesen a nagyon-nagyon egészségtelen életmód, dohányzás, drog, tehát minden, alkohol természetesen, és ha már egészségtelen életmódról beszélünk, akkor a magas testzsír százalék. Ezek mind-mind-mind nagyon befolyásolják a negatív irányba a saját tesztoszteron termelésünket. Ez mellett, hogyha még csak nem is mozgunk, tehát nem is sportolunk, vagy nem végzünk valamilyen aerob, vagy egyáltalán valamilyen mozgásfajtát, ez olyan messzire is vezethet, mivel az izom szöveteink is valamilyen szinten felelősek a tesztoszteronért,
hogy ebből akár mitohondriális citopátia is alakulhat ki, ami aztán a végén egy kerek egészben egy nagyon kemény betegséghez vezethet. Aztán még mi befolyásolhatja, ezt csak azért említem meg, mert néha elkövetik néhányan ezt a hibát, hogy nagyon-nagyon egészségesen élnek, és sportolnak, és nem tudom, és csinálják a dolgokat, és nagyon-nagyon odafigyelnek, talán túl odafigyelnek az étkezésükre, és nem veszik figyelembe azt, hogy az összes szexuális hormonunk ugye lipofil alapú, tehát zsír alapon épül fel, tehát ugye a koleszterinből, és ha megvonjuk nagyon-nagyon magas szinten az étrendünkből a zsírt, akkor az ugyanúgy egy öngól fog lenni, mint hogyha mondjuk egy nagyon-nagyon egészségtelen életmódot élnél. Tehát zsír bevitel nélkül, nem azt mondom, hogy a nem tudom, a margarint kell zabálni agyvérzésig, hanem azért legyen meg, én mindig azt szoktam mondani, még diétában is, az a 0,5-0,6 gram per kilogram zsírbevitel, mert különben nem fognak működni a mi szexuális hormon termeléseink, vagy egyáltalán a transportálás, ugye az SHBG-nk, például a szexuális hormon megkötő globulinunk és az albumin, ezek is transportproteinek és zsír alapon működnek. Ha nincs zsír a testünkben, tönkre megyünk. Ezért figyelmeztetnék kimondottan minden hát bikini atlétát, vagy bikini versenyzőt, vagy lányokat is, akik ugye a felkészítők által teljesen zsírmegvonáson vannak, és csodálkoznak, hogy 3-4 hónapig elmarad nekik a menstruációjuk. Természetesen ez lehet attól is, hogy használnak tiltott teljesítményfokozókat, amiket nem biztos, hogy egy bizonyos kategóriában még hozzá kéne tenni a felkészüléshez, de ez most legyen egy másik videónak majd a témája. Tehát még egyszer szeretnék mindenkinek felhívni a figyelmét, hogy azért legyen meg az a zsírbevitel, ami legalább az alaptesti funkcióknak a fenntartásához szükséges, jó? Tehát ha össze kellene foglalni az egészséges tesztoszteron szintünk fenntartásának a szükségletét, akkor azt mondom, hogy éljünk a lehetőségekhez szerint egészségesen, próbáljunk a lehető legkevesebbet dohányozni, alkoholizálni vagy drogozni, és azért mindenki folytasson valamilyen szintű sportot. Nem azt mondom, hogy ettől aztán majd 30 nanomolos lesz a tesztoszteron szint, de legalább az, ami rendelkezésünkre állna természetes úton a testünkben, ezt félig meddig fent tudjuk tartani. Szerintem több kitérőt nem igényel az endogén tesztoszteron témája. Gondolom, hogy mindannyian inkább az exogén tesztoszteronról szeretnétek pár információt hallani, tehát akkor kezdjük is meg ezt a témakört. Mielőtt ebbe belemennék, itt is el kell, hogy mondjam, hogy az exogén bevitt tesztoszteron, tehát az, amit adott ember egy törőampullában, egy 10 ml-es ampullában magának hazavisz a dílertől éjjel 3 órakor a benzinkút parkolóból, azért azt vegyük tudomásul, hogy az nem tesztoszteron. Az egy kémiailag előállított vegyület, ami a testben a tesztoszteronhoz hasonló hatást fejt ki, de nem megegyező a saját tesztoszteron, tehát nem olyan, mint a test saját tesztoszteronunk. Ezt nem tudom szebben magyarul mondani, németül el tudnám, de hát most így kellve-kelletlen nyökökök megint. Jó, tehát az nem egyenlő a mi test saját tesztoszteronunkkal. És akkor kezdjük talán ott, hogy amikor srácok engem megkeresnek és azt mondják, hogy először is garantáljam nekik, hogyha csak egy kis tesztoszteront használnak, nem lesz bajuk. Na ezt a jó Istenen kívül senki nem tudja garantálni, ez borzasztóan genetika függő. A másik, hogy egy kicsit szeretnék arra kitérni, hogy miért nincs ilyen, hogy csak egy kis tesztoszteron. Tehát ugye jönnek ezzel, hogy ja, tudod, csak a Balaton szezonra egy pár hónapig ilyen nagyon-nagyon minimális dózisban egy kis tesztót használni, csak hogy jobban nézzek ki. Oké. Vagyis hát nem oké. És hogy miért nem oké? Miért nincs ilyen, hogy csak egy kis tesztoszteron? Tehát, hogy ugyanakkor a baromság egy ilyet csinálni, mintha egyből nekiállnál mondjuk 5-6-700 mg tesztoszteronnal. És akkor induljunk ki abból, hogy ugye egy magkegészséges fiatal 20 éves srácról beszélünk, aki a balatoni szezonra egy kicsit ki akarja
hogy mondják ezt, pattintani magát. Jó? Ezzel az a probléma egy. A tesztoszteron az nem egy specifikus hormon. Hogy ezt mire értem? Tehát a tesztoszteronnak nincsenek meg azok a jó adottságai, amik megvannak mondjuk egy primobolánnak, egy maszteronnak, tehát egy drosztanolonnak, vagy akár egy trembolonnak. Tehát a tesztoszteron nem fog belőled egy speciális kinézetet csinálni. A tesztoszteron semmi más nem fog csinálni, mivel 100 és 100, tehát 100 az androgén és 100 az anabolikus rátája, mint sem mindent egy kicsit jobbá tesz, talán így tudnám ezt megfogalmazni, tehát egy kicsit jobban, sőt, sokkal jobban regenerálódsz, ugye mennyiségfüggő, sokkal jobban regenerálódsz, sokkal jobb lesz a protein bioszintézised, sokkal jobban durransz be edzés közben, de ugye ne legyen senki olyan naív, hogy használ egy kis tesztoszteront, és akkor attól úgy fog kinézni, mint mondjuk a prime time-jában Arnold Schwarzenegger. Tudom, mindenki ilyen naívan kezdi a úgymond a kokszolás, de sajnos ez nem így van. Tehát te a tesztoszterontól olyan leszel, mint amilyen naturálban voltál, csak nagyobb. És akkor itt szoktam ugye azt mondani, hogy ha te naturálban egy szardarab voltál, akkor te tesztoszteron egy még nagyobb szardarab leszel. Tehát ha egy vizes vödör voltál naturálban, akkor tesztoszteron egy még nagyobb vizes vödör leszel, mert iszonyatosan aromatizál a tesztoszteron. De most nem is ez a lényeg. Találkoztam olyan kúra összeírásokkal, hát nem is kúra, mert csak tesztoszteron volt benne, de hát ez is kúrának számít, hogy tényleg nagyon óvatos volt maga a tanácsadó, vagy a guru, vagy a felkészítő, vagy a coach, vagy minek mondjuk, és azt mondta, hogy ez a 150 mg tesztoszteron neked bőven elég ahhoz, hogy jól nézzél ki. Ezt én szeretném egy kicsit megcáfolni, mert hát én vagyok az első, aki mindenkit óvatosságra int, és le a kalappa, hogyha valaki tényleg okosan áll neki egy tesztoszteron kúrának. De miért nem tartom jónak ezt a 150 mg-ot? Most abból induljunk ki, tehát nem menjünk bele ebbe mélyebben, hogy a magyar piacon milyen tesztoszteron mennyiségek találhatók, tehát hogy milyen minőségű tesztoszteron található. Tehát induljunk abból ki, hogy a 150 mg-ba jó esetben benne van a 150 mg hatóanyag, jó? Ha nincs, akkor ez egy még nagyobb probléma, de erre majd kitérünk később. Neked a tested, hogyha tényleg egy makkegészséges fiatalember lennél egy optimális világban, akkor termel ugye 50 mg-ot per hét. Ami neked a vérképen ugye ez a 25-27 nanomolos tesztoszinten jelenik meg. Na most 100-150 mg tesztoszteronnal, hogyha jó minőségű, akkor meg fog jelenni a vérképedben egy ilyen 100-nál mondjuk körülbelül ez a 27-28, 150-nél ez a 33, 35, 36, de ugye ez egy kicsit metabolizációtól függő, májfrissesség, stb. Most ebben nem megyek bele. Tehát, ha neked volt egy tök jó tesztoszteron működésed, és te ezt kiváltott 150 mg tesztoszteronnal, amit ugye az előbb mondtam, hogy azért, mivel nem testsaját hormonról beszélünk, ezért más a hatása a testre. Tehát ez a 150 mg tesztoszteron tökéletesen, fantasztikusan elég lesz arra, hogy pár injekció alatt leállítsa a saját termelésedet. Tehát először elmagyarázom persze, hogy miért fogsz nagyot fejlődni. Tehát a nagy fejlődés az ugye relatív, de hogy miért fogsz először egy tök jó ugrást csinálni, mert először még megvan a te saját tesztoszteronod, plusz még hozzájön 150. Tehát ezt úgy lehetne valahol kikalkulálni, hogy megvan mondjuk az a 200-230 mg tesztoszteron per heted, ami azért már tényleg egy potens mennyiség. Tehát aki 250 mg tesztoszteronnal nem csinál egy nagyon-nagyon jó fejlődés, akkor ő vagy valamit rohadt szarul csinált, vagy egyáltalán a teste nem alkalmas a testépítésre, és ezért szoktam mondani, hogy menjen golfozni vagy biliárdozni. De, tehát amikor még megvan neked a saját termelésed, plusz rányom 150 mg jó minőségű tesztoszteront, akkor ugye abból lesz egy, az első időszakban még egy olyan 220-230 mg tesztoszteron, ami az első 2-3 hétben egy nagyon nagy fejlődést okoz, de senki ne higgye azt, hogy az izom lesz, amit felszed, az a 2-3 kiló, az semmi más nem lesz, mint víz, zsír és glukogén. És viszont szép lassan leállítja, tehát mondjuk most nem akarok pontos szúrás számokat mondani, de a legalább a második, harmadik hét végén már számíthatsz arra, hogy neked már nem lesz saját tesztoszteron termelésed, vagy nagyon-nagyon minimális. Ergo szépen visszamegy ez a 220 mg tesztoszteron, visszamegy 150-re.
Tehát akkor kérdem én, vagy mondom én, hogy te semmi más nem csináltál, mint a te saját tökéletesen működő tesztoszteronodat kiváltottad egy exogén bevitt szurkálós tesztoszteronra. Tehát még ha 50 mg-mal többet is szúrsz, mert meglenne a hatóanyag ebben a nagyon jó minőségű Magyarországon vásárolt tesztoszteronodban, akkor sem lesz szignifikánsan nagyobb az izomtömeged, mint természetben, tehát mint naturában, és ezért kár bevállalni azt, mert ez megint nagyon genetika. Lehet, hogy neked 10-szer be fog indulni a tesztoszteron termelésed a 10 kúra után, de én azért beszélek erről ilyen sarkosan, mert ugye megvádoltak, hogy néha dramatizálom ezt az egészet. Azért kell dramatizálni, mert igenis genetikától függően előfordulhat, hogy egy fiatal srác mondjuk egy vagy két kúra után teljesen tönkreteszi a saját termelését. Tehát én láttam olyat, aki 2 hónap kúra után TRT terápiára szorult élete végig, mert sajnos olyan volt a genetikája, hogy nem indult be újra, bármit csinált vele az endokrinológus, nem indult be újra a tesztoszteron termelése. Ezért mondtam még a legelső valamelyik tesztoszteronos videóm, vagy az első kúrában talán mondtam, hogy egy 20 éves, 18-20 éves srác, amikor eldönti, hogy Balatonra egy kis tűt szúr a seggébe és jobban akar kinézni, ezzel egyetemben, vagy ezzel párhuzamosan meg kell hoznia egy olyan fontos és nyomatékos döntést, súlyos döntést, ami, ha rosszul sül el az egész életére ki fog hatni. És nem biztos, hogy valaki 20 évesen mondjuk lát annyira józanul és annyira felnőtten, hogy ezt a döntést józanul meg tudja hozni. Tehát ezért mondtam, hogy ez a nagyon minimális tesztoszteron sem optimális, mert gyakorlatilag csak a saját tesztoszteronodat váltod ki belőle, tehát szurkálod magad a semmiért. A második pont, amit mindenképp el szerettem volna mondani ebben a videóban, hogy messze-messze nem biztos az, hogy a tesztoszteron az egy jó kezdő szteroid. Nagyon sok esetben a tesztoszteron nem jó kezdő szteroid. Hogy ez miért van? Ha valaki például egy, nem mondom, hogy fiatal embernek, ha valaki egy srácnak tesztoszteront ajánl, mint kezdő szteroid. De vannak ennek a srácnak bizonyos paraméterei, amik nem passzolnak bele mondjuk ebbe az ötletbe. Mondom, 18-20%-nál feljebbi testzsír százaléka, egészségtelen életmód, stb. Ezzel olajat fogunk önteni a tűzre, ha őnek én tesztoszteront adok. Miért? Ha valaki egy magasabb testzsír százalékkal rendelkezik, azt tudni kell, hogy az adipocitáinkban vannak az aromatáz enzimeink. Tehát a zsírcelláinkban találhatók az aromatáz enzimek. Minél több adipocitánk van, annál több aromatáz enzimünk van. Ezek legfőképpen, tehát mindenhol vannak ugye aromatáz enzimjeink, de legfőképpen a hasi zsír tájékán vannak. Ergo, ha valakinek valakinek magas a testzsír százaléka, és én ennek a személynek egy erősen aromatizáló anabolikus androgén szteroidot adok, mint a tesztoszteron, ezzel nagyon nagy cselgáncsot csinálok, mert ahogy neki áll aromatizálni, tehát az aromatáz enzimek minél több számban találhatók meg a testedben, annál több ösztrogént fog a tesztoszteronból aromatizálni. Minél több ösztrogént aromatizál a férfi test, annál több új adipocita és új aromatáz enzim termelődik. Minél több új aromatáz enzim és adipocita termelődik, annál több vizet, zsírt fog megkötni a teste neki a tesztoszteron miatt. Minél több víz és zsírt fog megkötni, annál több adipocitája fog termelődni és aromatáz enzimje. És annál több tesztoszteron fog újfent aromatizálni. Ergo megindul egy olyan negatív spirál a testben, hogy ebből nagyon-nagyon nehéz kimászni, és akkor is ez az eset jön létre, hogyha per pillanat nem kövér az illető, de mondjuk pár évvel ezelőtt, vagy fiatal korában, vagy hívjuk, ahogy akarjuk, akkor adipőz volt, tehát akkor kövér volt. Az aromatáz enzimjei akkor is megvannak. Tehát ahhoz kéne legalább 15 év, vagy 10 év, azt írja az orvostudomány, hogy mire az aromatáz enzimek teljesen eltűnnek. Addig csak összehúzódnak, de ahogy új inger jön, azonnal szívják magukba a vizet és zsírt.
Tehát erre is nagyon-nagyon vigyázni kell, hogy kinek adok tesztoszteront, vagy kinek sem. Itt vannak sokkal jobb más, hát nem tudom, hogy mondhatok-e ilyet, hogy sokkal jobb szteroidok, de biztos, hogy van sokkal optimálisabb megoldás, mint sem egy kövér srácnak tesztoszteront adni. És ha már tesztoszteron adminisztrációról beszélünk, akkor most itt a videó elején, és hát ez már nem a videó eleje szerintem, de itt szögezzünk le egy abszolút aranyszabályt, és ezt kérek mindenkit, hogy nagyon vésse az eszébe, mert ez majd mindjárt nem sokára egy nagyon fontos szerepet fog játszani. Mi is a szteroid kúráknak az aranyszabálya, amit senki nem vehet figyelmen kívül? Mégpedig az, hogy az adott kúrával, az adott szteroidokkal úgy kell bánni, úgy kell megtervezni és úgy kell adminisztrálni, hogy a lehető legstabilabb legyen a szérum, tehát a lehető legstabilabb legyen a vérplazmában a hatóanyag állapota. Minél jobban ingadozik az adott szteroid százaléka vagy aránya a vérünkben, annál több negatív fiziológiai hatást fog nekünk elvidézni a testünkben. Tehát az egyik a vérplazma stabilitásának tartása, a másik pedig, hát erre van egy nagyon szép angol szó, ez a point of diminishing return. Ezt magyarul talán úgy lehetne lefordítani a legjobban, hogy csökkenő megtérülési pont. Hogy mit értek ez alatt? Hogy amikor már valaki olyan nagy mennyiségű szteroidot használ, amit az enzimek már nem bírnak eldolgozni, vagy a test nem bírja egyáltalán helyre rakni ezeket a dolgokat, akkor már a több az nem lesz több. Tehát ha valaki, vegyünk mondjuk egy egység tesztoszteront, adminisztrálunk egy egységet, kapunk érte egy egység növekedést. Adminisztrálunk két egységet, azért nem fogunk soha az életben kapni két egység növekedést, hanem mondjuk 1,5-öt. Ha adminisztrálunk három egységet a szteroidból, abból kapunk 1,75-öt, és így tovább. Tehát nem arányaiban fogunk nőni. Hát ez nagyon szép dolog lenne, hogyha arányaiban nőne, mert akkor mindenki akkor lenne, mint Big Ramy vagy Ronnie Coleman, de hát ez ugye testtől, genetikától és nagyon sok faktortól függő. Jó, a másik, amiről mindenképp beszélni szerettem volna, azok pedig a tesztoszteronnak a különböző észterjei. Tehát, hogy beszéljünk egy kicsit, hogy mik is tulajdonképpen ezek az észterek, mert ezeket nagyon fontos megérteni, mert itt is nagyon sok tévhit kering sajnos a köztudatban. Először is az észternek az ég adta földön semmi köze nincs az aromatációhoz. Tehát ez a böszmeség, hogy a propionát szárít, az enantát vizesít, a szusztanon pedig tömeget hoz. Ha valaki elmegy egy felkészítőhöz, és 2022-ben ezt a mondatot hallja tőle, meg ezeket a tanácsokat, az köszönje meg az eddigi közreműködést, forduljon meg, és hagyja ott a francba. Mert ekkora marhaságot, ezt 20 éve már nem szabadott mondani, de most 2022-ben meg végképp nem szabad mondani. Tehát gyakorlatilag az észterezés, vagy az észter, az semmi más, vagy nincs más feladata, mint magának a tesztoszteronnak a felszívódását és a kötődését az androgén receptorhoz belassítsa. Azért, hogy különböző időpontban tudjuk adminisztrálni, vagyis hát egy távolabb időpontban tudjuk adminisztrálni a tesztoszteront, mert alapból a tesztoszteront, ha észter nélkül használnánk, amit nagyon kevesen csinálnak, és csak teljesítményfokozásra, azt ilyen legkésőbb 4 óránként kéne adminisztrálni. Na most ezt egy terápiás közreműködésben lehetetlen kivitelezni, hogy én 10 évekig a kliens 4 óránként szúrassam tesztoszteronnal. Ezért találták fel a különböző észtereket. Ezt pedig úgy érték el, hogy a szteroid láncában, a 17 béta pozícióban egy szénkötést, egy szénatom kötést csináltak, így a szervezetbe érve a szénatom miatt nem tud azonnal kötődni a szteroid az androgén receptorhoz, és idő kell hozzá, míg a receptor hozzájut magához a szteroid hatóanyagához. És minél több szénatom kötés van egy tesztoszteronban, annál hosszabb az észterezése neki. És akkor térjünk ki ezekre a különböző észterekre, úgymond akkor. Tehát akkor kezdjük az elején. A tesztoszteron az mindig tesztoszteron. Ugyanaz a tesztoszteron propionát, ugyanaz a tesztoszteron az enantát, a cipionát, az undekanoát és a szusztanon is. Az egyetlen különbség ezek között a
a megnevezett tesztoszteronok között maga az észter súlya. A most elhangzó számokat legyetek szívesek, ne vegyétek készpénznek, csak a szemléltetés miatt mondom el, hogy megértse mindenki, hogy ez hogy működik. Egy propionátnál mondjuk van 3 szénatom kötés. Tehát ott csak 3 szénatomot kell lebontani az enzimeknek ahhoz, hogy hozzáférjenek a tesztoszteronhoz. A tesztoszteron enantád és cipionát körülbelül ugyanaz, csak a cipionát ugye a tengeren túl sokkal populárisabb, az enantád pedig ugye Európában. Itt már van mondjuk 15 szénatom kötés. Az undekanoát, tehát a tesztoszteron undekanoátnál pedig van 30 szénatom kötés. Ezért is beszélünk az úgynevezett észter súlyról, hogy miért is van az, hogy egy 250 mg hatóanyagú per milliliter hatóanyagú tesztoszteron enantátban maga a tényleges tesztoszteron mennyiség csak olyan 200-210 mg lehet, mert körülbelül 40 g-ot fölvesz az észternek a súlya. Tehát az is egy fajsúly, az is foglal el helyet és foglal el pozíciót. Jó? Tehát minden tesztoszteron ugyanaz. Az egyetlen, aminek nincs észterezése, mint az előbb is mondtam, az a tesztoszteron szuszpenzió. Az már egy olyan fél óra, óra múlva bent van a vérplazmában, másfél óra múlva eléri a maximális hatóanyagtartalmat, és 4 óra múlva már gyakorlatilag teljesen kiürült. Ezért van az, hogy például poveresek nagyon-nagyon szeretik használni kimondottan verseny előtt, tehát a többi szteroid mellé, mert fél órával, órával a verseny előtt beadva ad még egy akkora agressziót, meg egy akkora löketet arra az egy órára, hogy a természetes teljesítményei, tehát a maximális teljesítményei fölé tudnak ugye teljesíteni. Itt aztán a jóisten jó indulata az, hogy szakad-e valami vagy sem. Tehát ugye itt azért tényleg olyan emberfeletti erőket tudnak mozgósítani, hogy ebből születnek ezek a hatalmas teljesítmények, mert azért valljuk be, nem normális az, hogy valaki 400 kilóval guggol, 300 kilóval nyom fekve, meg 300 kilót húz fel. Tehát azért ezek iszonyatosan brutális, és mindegy, hogy hogyan, de tiszteletre méltó teljesítmények. Tehát ez mindenképp a maximális elismerésemet kapja. De ha ez így van, akkor hogyan született meg az a tény, vagy az a legenda, hogy a propionát szárít, az enantát vizesít, és a szusztanon pedig tömeget hoz. Elmagyarázom ezt is. A probléma azzal van, hogy bármit is mond nektek a Wikipédia, 70% az embereknek nem jól használja az adott szteroidot. Mit mondtam a videó közepén, vagy az exogén tesztoszteron témakör elején? Az első és legfontosabb aranyszabály, hogy a vérplazmában a koncentráció a lehető legstabilabb legyen. Minél instabilabb a koncentráció, annál több, hívjuk így, mellékhatást fog okozni az adott szteroid. A propionátnál ugye elterjedt, hogy naponta kell használni, legkésőbb 2 naponta, az már véleményem szerint egy kicsit problematikus, de ha naponta használjuk, akkor tökéletesen ki van élezve az a pont, ahol a tesztoszteron a legszebb hatását fejti ki. Az enantátnál egy kicsit szemléltetném, mert nagyon-nagyon sokszor végeztünk már ezzel kapcsolatosan úgymond vizsgálatot, megfigyeléseket inkább úgy mondom, mert én nem professzor vagyok, aki vizsgálatokat csinál, meg labor valamiket, de laboron keresztül tudtuk ezt megtesztelni. Ugye mit is ír a Wikipédia? Vagy mit is mond a nagy átlag? Hogy a tesztoszteron enantátot, mivel 5,86 nap az ürülési félideje, ezért elég hetente vagy 6 naponta egyszer szúrni, vagy ha nagyon lazán akarod venni, akkor hetente egyszer. Na ez Wikipédia szerint jól működik, a gyakorlat viszont azt mutatja, és az én általam szerzett rutin azt mutatja, hogy ez egy egetverő nagy marhaság. Mert mi történt? És a mostani számokat, amiket mondok, viszont nyugodtan vehetitek készpénznek, mert 100-ból 100-szor ez történt. Figyeltem folyamatosan a vérplazma szint emelkedését mindenkinél, magamnál is, klienseknél, barátoknál, mindenki, aki a fejét adta ezekhez a vizsgálatokhoz. Hétfőn reggel 9 órakor beadja az adott illető a tesztoszteron enantátot. Az nyíl egyenesen, de tényleg gyönyörű szépen nekiáll hétfő, kedd, szerdán fölmenni a vérplazmában ugye
a koncentrációja a tesztoszteronnak. Körülbelül szerda este 6 órakor, most ez nagyon konkrét szám, de hogy csak hogy értsétek, elérte a maximumot a vérplazmában, és körülbelül 2 óra múlva több mint a felére lezuhant a hatóanyag szint, tehát a koncentráció a szérumban, tehát a vérplazmában. És onnantól kezdve ilyen cikcakban, mint a szívdobbanás, ürült ki egész szombat vasárnapig. És pontosan itt van a probléma. Egyébként a kezeimet, hogyha észreveszitek, tiszta sárgák, mert kurkuma kapszulát gyártottam, és az Istenért nem tudom lemosni, úgyhogy nézzétek el, ez nem nikotin, meg ilyen hülyeség. Hogy mi is a probléma ezzel? Ugye a férfi test, vagy a testünk úgy működik tökéletesen, hogyha megvan az 50 az 1-hez, akár 70 az 1-hez tesztoszteron ösztrogén arányunk. Amikor stabil a vérplazmánk, akkor itt van a tesztoszteron, itt van az ösztrogén. És amikor nekiáll ingadozni ugye a vérplazma szintünk, és itt van a nagy probléma, akkor amikor ugye az ösztrogénünk, mivel az ösztrogént a testünk, tehát az aromatáz enzimek húzzák magukkal, ezek nem tudnak olyan gyorsan reagálni és változni, mint az exogénbe vitt tesztoszteron, mert ott tudjuk a mennyiséget naponta ide-oda szurkálni, vagy ide-oda emelni, vagy csökkenteni. Tehát az ösztrogénünk az mindig marad relatív stabil, és ehhez van mondjuk egy adott tesztoszteron szintünk, ami eléri a maximumot, ahol kellene tartani, és meg lenne az 50 az 1-hez arány, amit beállítottunk mondjuk aromatáz blokkolókkal, vagy éppen ugye ösztrogén blokkolókkal, bár az aromatáz blokkolók itt a kulcsa az egésznek. Tehát megvan az 50 az 1-hez arány egész szerdáig, és onnantól kezdve neki áll cikcakban ugye menni lefelé és leesni a vérplazmánkban a koncentráció. Mi lesz a probléma? Így paraszt szinten látjátok a kezemen az ingadozást, és így, tehát ez volt az 50 az 1-hez, ez már nem 50 az 1-hez, ez csak 20 az 1-hez, vagy akár 1 az 1-hez. És ilyenkor van az, hogy gyakorlatilag amikor eltolódik ez az arány, akkor egy ösztrogén domináns testbe találjuk, vagy egy ösztrogén domináns milliőbe találjuk magunkat. A női szexualitás miből áll? Vízből és zsírból. És ezért kezdünk el például harmadik, negyedik nap az enantáttól borzasztóan vizesedni. Nem azért, mert az enantát vizesít, ez egy borzasztó nagy butaság, nem vizesít, csak mivel nem jól adminisztráljuk, ezért jönnek az előre kiszámítható negatív fiziológiai hatások. Ergo, ha mi az enantátot, tehát, és akkor most, hogy én hogy csinálom, elárulom ezt a kis hadititkomat, én, tehát az egyik legoptimálisabb adminisztráció mondjuk kedd reggel 9 és péntek este 21 óra, akkor már nagyon stabil a vérplazma, vagy ugye ez lehet persze hétfő csütörtök, vagy szerda szombat, tehát értitek, de én a legjobb eredményeket úgy értem el, hogy every other day, tehát hogy minden második nap nagyon kis mennyiségben, tehát az adott heti dózist, amit szeretnék használni, vagy szeretne az illető használni, azt elosztom minden második napra, tehát két hétre lebontva, mert ugye hétfő, szerda, péntek, vasárnap, kedd, csütörtök, szombat. Tehát ugye ezt a mennyiséget elosztom ugye a hét injekcióra, és akkor heti mennyiségben minden második nap adminisztrálom. Így mi fog történni, hogy mindig a legmagasabb spiccénél injekciózom rá a következőt, és így iszonyatosan stabil marad a vérplazmán, megmarad ugye az 50 az 1-hez, és ez a trükkje annak, hogy a lehető legkevesebb szteroiddal a maximumot kihozni. Mert nem akkor injekciózok, amikor hullámvölgyben van nekem a tesztoszteron szintem, és akkor szúrom rá a következőt, hanem mindig a legmagasabb részenél csak egy minimális mennyiséget, és így a fele annyi cuccal, vagy a fele annyi kémiával minimum ugyanazt az eredményt, vagy akár egy jobb eredményt, egy szárazabb, egy szebb izomtömeget el tudtok érni, mint hogyha Wikipedia szerint adminisztrálnátok ugye az adott szteroidot. És akkor persze itt, ha már valakinek volt sajnálatos módon része mondjuk TRT terápiában, vagy ha már hallotta, hogy hogy működik a TRT terápia, akkor így már gondolhatjátok, hogy mekkora butaság az, amikor egy endokrinológus azt mondja, hogy a jobbik eset, találkoztam olyan, hogy 3 hetente egyszer egy enantát, plusz nebidó ugye tesztogél, de például nem ritkán hallom azt is, hogy 3 havonta 4 mg tesztoszteron, plusz minden nap 50 mg tesztogél. Tehát 3 havonta 4 gram tesztoszteront szúrnak be, tehát 4 millilitert, ami 1000 gram, bocsánat, tehát
Összekeverte még egyszer, 4 ml-t adminisztrálnak a TRT terápiásnak, ami 1000 mg tesztoszteron egy szuriba, és azt minden harmadik hónapban. Hát ha ott nem balondul meg az ember, akkor sehol. Tehát ez egy tenyészbikának is sok lenne, nem úgy egy szerencsétlen TRT-snek. És akkor térjünk így a videó végén az én általam annyira imádott Sustanonra. Ezt nagyon sokan kérdezték, hogy én miért rühellem annyira a Sustanon, na most akkor el fogom mondani. Alapjaiban a Sustanonnal, mint wikipédiás elmélet, abszolút nem lenne problémám. De mivel? Én azt mondom, hogy a lehető legstabilabb vérplazmát kell tartani, ezért beszéljük át, hogy mi is az a Sustanon. Sustanon, Testomix, minden úlebb valahogy máshogy hívja a maga kis keverékét, de az alap Sustanon az 4 komponenses, tehát 4 tesztoszteronból áll, 4 különböző észteres tesztoszteronból. Az egyik ugye egy tesztoszteron szuszpenzió, aminek nincs észtere. A másik egy tesztoszteron propionát, a harmadik egy tesztoszteron cipionát vagy enantát, és a negyedik egy undekanoát, tehát egy tesztoszteron undekanoát. Tehát egy készítményben található egy észter nélküli, egy 4 órás felszívódású tesztoszteron, egy propionát, ami 24 óra alatt szívódik fel, egy enantát, ami jó Wikipedia szerint 6 nap a felszívódási félideje, tehát az ürülési félideje, és az undekanoát, aminek 14-18 nap. 4 különböző adminisztrációs pont. És akkor mondja meg nekem valamelyik kurva okos ember, hogy miért mondják azt, hogy a Sustanont 2 naponta kell, vagy hetente 2-szer kell adminisztrálni. Mire fel? Ha én az enantát, tehát a Sustanonban lévő enantát utáni adminisztráció után megyek, akkor csinál a szuszpenzió az első 4 órában egy ilyen ingadozást a véremben, a propionát 18 óra múlva vagy 20 óra múlva csinál még egyet, az enantát szerint adminisztrálom az oké lenne, de ott van az a rohadék undekanoát, ami meg majd 14-18 napon belül csinálja az ingadozást. Tehát ezért mondom, hogy a Sustanont egyszerűen nem lehet normális időben. Tudom, hogy sokatoknak bevált, mert egyszerűen szartok arra, hogy mennyit aromatizáltok. Nem érdekel senkit, hogy mennyire vizesedtek, de 98%-ban a klienseimnek és az általam szerzett tapasztalatban azt mutatja, hogy a Sustanon 98%-ban felelős a libidó problémákért. És ez teljesen érthető, mert amivel az ösztrogén, tehát az ösztradiol szintünk annyira ingadozik, a túl magas ösztradiol, a túl magas aromatáció és az ezzel arányaiban járó túl magas prolaktin okozza ezeket a rohadt libidó problémákat. Tehát mondja meg nekem valaki logikusan, hogy miért pont 2 naponta kéne szúrni a Sustanont, vagy miért pont hetente 2-szer, vagy miért hetente 1-szer. Tehát erre nincsen logikus magyarázat. És ezért nem szeretem én se a Sustanont, a dekára majd ki fogok térni, hogy miért nem szeretem, egyébként nem rossz a deka durabolin, csak van 2 olyan rossz tulajdonsága, ami miatt én nem használom. Tehát a Sustanon ez miatt az én szememben egy abszolút haszontalan szteroid, mert akkor használjunk inkább enantátot, mondjuk azt heti 2-szer, az már egy teljesen jó vérplazma, vagy hogyha nagyon precízen akarja valaki használni, akkor akár every other day, tehát minden második nap, és elmondom, hogy a verseny végig olyan romszáraz lehetsz az enantától is, mint a propionától. Semmi köze annak ahhoz, hogy ennek milyen, hogy ez enantát, vagy propionát, vagy cipionát. Mindennel lehetsz romszáraz, csak tudni kell használni. Ez a problémája, vagy ez a kulcsa az egésznek, inkább akkor így fogalmaznék. És így a videó végére eszembe jutott még egy nagyon fontos dolog, ami nem csak Magyarországra jellemző, de beszéljünk, mivel magyarok vagyunk, magyarországi lehetőségekkel, ezért beszéljünk erről, hogy miért is nem olyan nevetséges ez az egész, hogyha vesztek egy rossz minőségű tesztoszteront, vagy akár milyen szteroidról, tök mindegy, vesztek egy rossz minőségűt, és megvonjátok a vállatokat, mert tök olcsó volt, mert csak 10 000-et fizettem egy ampulláért, vagy 8 000-et, vagy tök mindegy, hogy mennyit. Majd szurok többet, ha nincs is benne a hatóanyag. És akkor ilyenek történnek, hogy bizonyos gyártóknak a bizonyos tesztoszteronjától mondjuk 750 mg-os heti mennyiségtől születik mondjuk egy 45-50 nanomolos vérkép, ami katasztrofális a rossz érték, és hogy miért ne legyincsetek csak azért, hogy majd akkor szurok bele többet, mert egy valamivel nem
nem számol senki, vagy legalábbis eddig nem találkoztam olyannal, aki ezt így figyelembe vette volna, de gondoljatok bele, maga a tesztoszteron, mint teljesítményfokozó, 5 komponens, tehát az az ampulla, amit ti kaptok a 10 ml-be, az 5 komponensből áll össze. Az egyik, eleve dolog, maga ugye a hormon, tehát maga adott esetben a tesztoszteron, aztán ehhez hozzájön az észter, ehhez hozzájön a hordozó olaj, az legyen az ricinus olaj, legyen az lemmagolaj, legyen az olívaolaj, akármi, amit éppen a gyártó talál, vagy meg tudott, vagy fel tudott főzni. A negyedik az benzilbenzoát, az ötödik pedig metilalkohol. Tehát ez az 5 komponens felelős azért, hogy meglegyen a megfelelő hatóanyagtartalom, meglegyen a megfelelő hordozási olaj, és benzilbenzoát és metilalkohol felelős azért, hogy egyrészt, hogy steril legyen, kettő, hogy ne gyulladjon, és valamilyen szinten egy kicsit fájdalmat is szüntesse meg. Hatalmas nagy tévhit az, hogy fú, ez a tesztoszteron ég, mint az állat, ez biztos nagyon erős. Ezt felejtsétek el, egy jó minőségi tesztoszterontól semmit nem éreztek az adminisztráció helyén. Tehát nincs az, hogy gyullad akkor erős, nincs az, hogy 5 napig alig tudsz ráállni a lábadra, mert hogyha combodba szúrtad, vagy egy harmadik seggparton nőlt tőle, ezek nem indikátorai annak, hogy az adott szteroid erős vagy nem erős. Ez egyetlen egy indikátor, hogy el van baszva a mennyiség. Tehát ezeknek pontosan meg kell lenni, ezek az arányok nem tolódhatnak el. Mondok egy példát, hogyha adminisztráltok egy adott szteroidot, és nagyon, nagyon forró, piros lesz a felülete neki, esetleg is be is vizesedik, az mindig annak a jele, hogy valamilyen allergiás reakció, tehát valami nem stimmel a tesztoszteronnal, vagy a hordóolajra, vagy valamire allergiások vagytok, amit a szervezetek nem bír. Ha nekiáll tokosodni, tehát hogyha a vállatokban, vagy akárhol gombócot éreztek, vagy akármilyen ilyen megkeményedett szövetet, az viszont annak a jele, hogy nem volt steril az, amit vettetek. Hozzátenném, hogyha pirosodik, és hogyha nagyon forró, akkor ez annak is a jele lehet, például, mint allergia, csak hogy erről is beszéljek, hogy túl sok benzilbenzoát van, vagy túl sok metilalkohol van ebben az adott anyagba, vagy az adott szteroidba, mert éppen kisporolták belőle, mert gondolhatjátok azért, az olaj semmibe nem kerül. A benzilbenzoát filléres dolog, metilalkohol filléres dolog, ha már rossz lesz a minőség, akkor gondolhatjátok, hogy nem a benzilbenzoátot fogják kisporolni belőle, hanem inkább a drága hormont, főleg ami mondjuk egy trenbolont vagy egy primobolánt illet, mert ezek borzasztó-borzasztó drága alapanyagok. Tehát, hogyha már a dílereteknél a tesztoszteronnal trükközve van, ami egy borzasztó, olcsó, vagy relatív olcsó hatóanyag, akkor nem is akarom tudni, hogy mit csinálnak egy oxandrolonnál, vagy mit csinálnak mondjuk egy trenbolon enantátnál, vagy primobolánnál. A másik, amit legyetek szívesek, vegyetek figyelembe, és ez abszolút nem vicc, mármint ez nem egy vicces téma, hogy azáltal, hogy hiányzik belőle a hormon mennyiség, és ti túlságosan sok benzilbenzoátot vagy metilalkoholt injekcióztok magatokba, ezek mind alkoholtartalmú vegyi anyagok. Ergo, ahogy neked 0,0% fölötti alkohol kerül a szervezetedbe, azt a testet, tehát a hipotalamusz azonnal mérgezésnek veszi. Tehát mérgezésnek észleli, megkapja a jelet, hogy itt valami mérgezés történt. Ugye erre szoktam egy nagyon egyszerű példát mondani, ha valaki nagyon-nagyon megiszik mondjuk húzóra egy üveg Jägermeistert, ami 0,75 ml, és adott esetben fél óra múlva ugye kihánja, az nem azért van, mert megivott 0,7 liter folyadékot, mert ha megiszok 0,7 liter vizet, nem fog tőle hányni. De mivel a test ugye alkoholmérgezést regisztrált, a testünk abszolút nem buta, a hipotalamusz olyan jelet ad ugye a nyelőrendszerünknek és a gyomrunknak, ugye tudja, hogy a gyomorban található 0,7 vagy 0,5 liter méreg tulajdonképpen, mert nem tudja, hogy az Jäger, vagy viszki, vagy vodka, vagy pálinka, csak azt tudja, hogy magas alkoholtartalmú. Ezért a nyelőrendszerünket úgy stimulálja, hogy hányja ki jó esetben. Mert akkor tudja azt, hogyha kihányja a gyomortartalmat, legalább 0,5 liter méreg már kiment belőle. Na most
Képzeljétek el, hogy ti izomba, tehát direkt intramuszkulár beadjátok magatoknak ezt a nagyon-nagyon rossz minőségű tesztoszteront, adott esetben a tesztoszteront, ami ugye tele van benzoil-benzoáttal és metilalkollal. Főleg, hogyha már ilyen 500 meg 750 mg per heteket mennyiséget használtok, azért ki lehet számolni hosszú távon, hogy mennyi benzoil-benzoát vagy metilalkoll van benne. Amit ugye mérgezésnek érez a, egy veszélyre a szervezet, és ilyenkor fölülír minden biológiai funkciót, tehát ugye a limfocitáink, tehát az immunrendszerünk nekiállja feldolgozni ezt a mérgezést. Ilyenkor azért a metabolizációnk nem olyan jó, a proteinbioszintézisünk nem olyan jó, stb. Az emésztésünk, mert ugye egy nagy százaléka a testünknek, egy nagy százaléka az immunrendszerünknek azzal van elfoglalva, hogy ezt a mérgezést a lehető leggyorsabban megszüntesse a testben, de te ugye minden második nap tolod utána a rossz minőségű szteroidot, amiben ugyanúgy sok sok ugye a benzoilbenzoát meg a metilalkoll. Na most akkor egy kicsit elgondolkodtató, hogyha például ezzel az állandó mérgezéssel, és akkor még nem beszéltünk ugye az alkoholról, drogról, stb. Ezzel az állandó mérgezéssel én dolgoztatom mondjuk 30-40%-át az immunrendszeremnek, és ezzel van elfoglalva. Akkor adott esetben mondjuk egy ilyen vírus, vagy egy influenza, vagy egy másik megfázás, vagy más adott fertőzés, vagy betegség már egy olyan rossz egészségügyi szintet tudja ledönteni a szervezetet, amit mondjuk az adott mérgezés nélkül nevetve legyőzött volna az immunrendszerünk. Tehát nagyon-nagyon nem vicces az, hogy valaki szar minőségű tesztoszteront vagy szteroidot vesz, és majd amman nyomok háromszorosát. Igaz, hogy harmadik seggpartom nőtt, meg akkora lett a bal vállam tőle, hogy úgy nézek ki, mint egy ilyen szintol király, vagy nem tudom. De ezeket ne vegyétek annyira félváról. Nem azt mondom, hogy a drága szteroid a jó, de a minőséget valahogy próbáljátok, tehát ha valamit valakitől vesztek, ha megbíztok ebben az adott dílerben, akkor ne vegyetek először nagy mennyiséget, hanem vegyetek meg egy-két ampullát, adminisztrálják, tehát nem buzdítok senkit szteroid használatra, de ha már úgysem lehet kiütni a tűt a kezetekből, akkor használjátok 4 hétig, menjetek el laborba, és nézzétek meg az adott mennyiséghez, hogy mit produkált ez a szteroid. Mert lehet itt össze-vissza hazudni, lehet ezt a butaságot még 2022-ben is talán elhiszi valaki, hogy lekérdező kódos a szteroid, ekkora marhaságot, hogy hogy is mert valaki kitalálni, persze adjál nevet a gyereknek is el tudod adni, mindegy, hogy milyen dizájnos az a rohadt matrica azon az ampullán, mindegy, hogy milyen sztorit adtak mellé, hogy svájci pult alól, elmondom, Svájcba alig lehet venni szteroidot, tehát felejtsétek el, hogy Svájcból valaki hoz nektek normálisat. Meg nem tudom, hogy milyen, hogy hú, ez meg az gyártja, meg láttam a labort, meg mit tudom én, nem érdekel senkit. Legkésőbb a ti vérképetek után vége a hazugságnak. És ha azt látjátok, hogy az az ampulla, amit megvettetek, az egy jó minőségű tesztoszteron, nem ég, nem gyullad, nem okoz semmilyen problémát, nincsen fájdalom napok után a helye az adminisztráció helyén, és a vérképetek is jó, akkor én mindig azt szoktam mondani, hogy abból a sorozatból, ami éppen ennél a dealernél van, akkor vásároljatok be, amennyit tudtok, vagy amennyit az anyagi a pénztárcátok engedi, mert valószínűleg abban benn vannak a mennyiségek. De nem árulok el titkot, vagyis hát nem érdekel, hogy titkot árulok el ezzel, azért vegyétek tudomást, hogy ez mind biznisz, ez mind üzlet, ez mind a pénzről szól, és igenis az underground laborok direkt gyártanak úgy, hogy az egyik sorozatban van, a másikban nincs, és ezeket összekeveri, és úgy adja el az embereknek. Mert azért vegyük tudomásul, hogyha most én veszek mondjuk 10 ampulla tesztoszteront, és a 10-ből mondjuk 2-ben nincs semmi, azt azért annyira nem veszem észre. De az a 2, az ő nekik már 100% nyereség volt. Tehát azért itt mindig egy kicsit tartsuk figyelembe azt, hogy ezek üzleti dolgok. Jó, hát szerintem a tesztoszteron, mint olyan, nem is érdemel több szót, szerintem így is már lesz egy 40 perc a videó. Ha bármit elfelejtettem volna, akkor nagyon-nagyon szívesen csinálok egy tesztoszteron 2-es videót. Azt írjátok le kommentbe, hogyha még kíváncsi lennétek esetleg ebben a témakörben valamire. Aztán nem maradt más hátra, mint megköszönni akkor a figyelmeteket.
és nem sokszor mondtam, de most azért leteszem, ha tetszett a videó, lájkoljátok, nyomjatok a harangra, iratkozzatok fel, kövessetek be Facebookon, Instagramon, szeretnék lassan ilyen TikTokot is csinálni, ahol úgy terveztem, hogy ilyen rövid kis információs videókat osztok meg veletek, amik így az idő során ugye mind kérdés felmerülnek, arról egy fél perces összefoglalóban TikTokon esetleg megválaszolom. Lesznek most majd kérdezfelelek videók is, és jön majd a többi meglepetés, de azt még nem akarom lelőni. Jó? Tehát még egyszer nagyon szépen köszönöm a figyelmet, köszönöm, hogy újra velem voltatok, és remélem találkozunk a következő videóban is. Vigyázzatok magatokra, és nincs hatás mellékhatás nélkül. Szép napot nektek, sziasztok!